Csá, Elvis! Mi a stájsz? Hát egy nagyon kicsit feszültnek tűnsz, megmondom az őszintét, de nagyon erotikus szemüveged van. Mennyibe kerülne? Add ide a szemüveged! Wow, lerúgom a veséget! Ja! Ennyi voltál, tesó! Jó ét! Hát gyerekek, homokvihar nem adta oda nekem a szemüvegét, ezért muszáj voltam letiporni a veséjét. Igaz? Még vigyorogsz? Á, nem, nem vigyorog. Á, milyen öröm lehet már ilyen izéve meghalni. Colgate reklámban még jó lehet ez a mosolygós protkó. Na mindegy, az igen, leguggoltam. Itt Timiszkó természetesen, gyerekek, ez pedig a GTA 5 végigjátszásának a negyedik része, hát már itt is vagyunk a negyedik részben. Nagyon jó volt a telefonos kis mentés, mert pontosan onnan folytattuk Mike vagy Franklin barátunkkal, ahol abba hagytuk természetesen. Nyomkodjuk egy kicsit ezt a zsivány telefont. Na már most azon gondolkodok, hogy előző részben ugye mi ez a nagy szirénázgatás közben. Az igen, látom, megy nagyban a razzia, azt tudom, hogy előző részben ezzel a mögöttünk lévő autóval voltunk, most azt akarom megnézni, hogy ez ugyanolyan, mint az enyém. Aha, úgy nézem, ugyanolyan, csak feketében, hát menőbben is nézett ki feketében, na mindegy. Ó, ott a mentősök! Ajjaj, 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 látom, itt elszabadult a pokol. Mi történt? Aha, kijöttek a mentők. Hát Colgate reklámba alkalmas arc, na mindegy, gyerekek. Szóval, akkor most Franklin barátunkkal kezdjük meg a mai részt, aztán majd megint megyünk Michael-rel is tolni egyet az ipart. Azt mondom, hogy akkor látogassunk is el Michael-höz, most úgy tudom, hogy csak ő ad nekünk ül, vagy hát csak hozzá tudunk menni küldizni. Egyébként vannak ezek ilyen melléküldik, ezek a kék valamik. Na most pont nem látni őket a térképen, a kék kérdőjel például. De mi most, várjál, nem, Franklin van, a saját házunkban is küldi. Szóval akkor inkább menjünk el a saját házunkba elsősorban. Természetesen első család! Meg első a saját ház, lehet, hogy otthon nagy gondok vannak. Elnézést! Direkt volt a gázolás. Szóval első körben mindenképpen nézzünk el haza. Amúgy azt tudni kell, hogy előző részben fölhívott, vagy hát SMS-t írt nekünk le már, hogy most csoport bedobja hozzánk pár hétig. Aztán most a kis blöki nálunk fog lakni, nálunk fog majd bangúrozni. Hát oké. Nem tudom, remélhetőleg nincs szukakutya a közelben, mert arra is valószínűleg úgy rácuppanna, mint előző részben arra a blökire. Keresek valami zenét. Ez jó lesz. Ez eléggé tetszetős, és akkor tényleg nyomassuk most be ezerrel a saját házunkhoz. Hát nézzük meg, hogy mi a stájsz otthon. Közben, ez eléggé meredek ez a fenevad. Mi ez, BMW? Úgy nézem, hogy eléggé... Joló, BMW, hogy lenne már GTA 5-ben, azért ekkora licenszek nincsenek. De azért kirán... Oh, ne, nem is ráncigálom ki, hülye vagy. Jaj, mi történt? Azt a... Majj, azt a fehér kocsit el kell vinni, genya. Rohadt jól néz ki. Tűrűrűrűrű, futi, futi, futi. Azt a rohadt a kis fehér víziló, de tetszik nekem. Tényleg eléggé erotikus. Na, szálljunk kifele, jó napot kívánok. És akkor elvisszük ezt az autót. Tényleg elég jól néz ki, nekem tetszik. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok benne, nézzünk egy belső nézetet. Eléggé vagány. Menjünk el egyet kurvázni amúgy, srácok. Na jó, nem. Egyelőre nincs örömlányozás. Azt kéne még ide. Leszívják a drága pénzünket. De nagyon örülök, hogy kaptam ajándékba egyébként ennyi dollárt. És én mindig nem értem, hogy miért írtak jóvá nekem ennyit. Mikor mondom, még egyszer tört GTA 5-tel játszok. És azután írták jóvá, hogy a magyarítást költöttem. Szóval, hogyha magyarítóknak köszönhető ez a sok dolcsi, akkor köszönöm szépen. Na, itt a kérónk, itt a mi kicsi autónk. Azért jobb is azzal közlekedni, mint más brumáéval. Na mi a stájsz? Mi van, Elvis? Még szelfizgettünk. Mi van, Elvis? Nem lesz itt szelfizgetés. Mondom, nem lesz itt szelfizgetés. Ó! Oh! Hey! Kis köcsök, hogy bevédte a pajtiát? Ó, oh, én meg levegőbe ütök. Oh! Boom! Gyere! Egyé még! Na, ennyit bírt. Mi van? Mi van? Mi van, kislány? Kis jányom, gyere csak ide. Egy blowjob? Micsoda? Nem állsz le retkes niggerekkel? Jó van, ne légy rasszista. Ne légy rasszista, örömlány! Nem tudtam fejbevágni. Az igen, milyen kurvák vannak itt, most viccet félretéve. Úgy látom, itt vagyunk tényleg a gettó legjavában. Hello! Egy gyors digidugi. Adtam neki egy ütést vaginába. Ajaj, gyorsan gyerekek, gyorsan. Ajaj, jön a razzia, minden szar, gyerünk!
Fussá! Fussá, Franklin, mint amikor loptad a tévét a Tesco-ból! Először életedben! Na, jó van, gyerünk be a kéróba! Itt a biztonság bajunk, meg ugye küldi kezdésén alapba törlődik a körözés. Hála az Istennek, ezt a jó szokást megtartották a GTA 4-ből! Telik az idő, az igen, kireggeledett, sőt most már másnap este fele lehet. Az igen! Az igen! Kérem szégyen, itt megy nagyban a kurvulás, látom, mi a szar van itt? Én vagyok itthon, Pinák! Ezt nem akarom tudni, mi volt itt, jó? Remélhetőleg nem mi folyik itt tényleg? Megtaláltatok a... Pélót? Na, mi van itt? Ez az én házam. Lehet takarodni, mi van itt, Magenta? Úristen, gyerekek, hát mi ez itt? Hogy néz ez ki? Takarodjatok el innen, még én kerüljem a bajt. Hüvely. Úristen, mik vannak itt. Na, na, Lamar! Mi van itt, gangstesit? Ki ez a kis pöcs? Mizu van paraszt gyerek. Hát vele nem pacsizunk, azt hittem, hogy ki ez a respektel gyerek. Ki ez? Ki ez a bohóz gyerekek? Ezt nem ismerem. Nem hiányoztál, se tudom, mondom még egyszer, hogy ki vagy. Hát gondolom nem az a ballaszos pöcs, akit az előző részben kergettünk, dehogy is. Hűnek goromba most Franklin barátunk. Biztos szarul esett neki a legutóbbi szanak szadagja, vagy én nem tudom, hogy mi ez a nagy mogorvaság, de én is jól vagyok. Adjál már! Te, homokvihar, hát nekem van itt a környéken a legnagyobb pélóm, most kajak erről dumálunk. Úristen. Stretch. Hát nem tudom, úgy látszik, hogy ez nagy pajtink lehetne minden, nem tudom, hogy ki ez a gyerek. Na, 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 na! Kisgyerek! Én vagyok a csicska! Hát akkor üssünk össze, köcsög! Gyere ide, te! Gyere ide, madafaka! Verekedjünk akkor, verekedni akarsz? Hát gyere! Gyere, madafaka! Még én fázok rá, na erre befizetek, gyere, ahhoz ember is kell, hogy én ráfázzak. Stretch az ennek a neve, Stretch, az a izé volt mindig is a hajó a GTA-ban. Na mindegy, jó neve van a gyereknek. Begyűjteni a betevőt, az igen, miért megyünk? Csak nem izéért, műnőért, na nem, nem, balhé van, az igen. Az igen, balhé van, na mindegy. Emunation, gyerünk. Jó, miért muszáj ezzel szar autóval menni? Miért nem az enyémmel megyünk? Na mindegy, ezzel fossal kell mennünk. Hát akkor irány az Emunationbe, gyerekek. Nincs messze. Kinek van menő ruhája? Lamar, neked? Vagy ennek a bicskás gypsynek? Hú, de azt a kurva! Ez de vagány volt, ez tetszett is, nem mondom őszintén. Nagyon komcsi. Jó van. Sajnos ezzel a possal kell mennünk. Mi a szarról beszéltek, ligákot hátul? Mi ez a nagy nigga style? Na mindegy, akkor irány az Emunation, gyerekek. Hát remélem, hogy kapunk valami jó kis fegyát, mondjuk Uzit vagy akármit, mert azért jó lenne, mondom az őszintét. Tetszetős lenne. Na, ez a helyi Emunation, itt sem voltam még. Megérkeztünk, akkor dobok. Na! Gyerünk be! Berúgom az ajtót! És akkor meglátjuk, hogy mi a stájsz oda bent. Ó, oh, nem tudtam berúgni, nem mindegy. Welcome to Emunation. Ezt aztán nagyon nehéz lett volna a magyarítóknak lefordítani. Na mindegy. Lőtér háttól van. Húha! Gyerekek! Azt a kurva, hát álmaim fegyóboltja! Kurva jó, vehetek is valamit? Na, most van pénzem. A kis Stukker. Stukker, csak Stukker van még, ne basz. Nincs olyan semmi, gránát már érhető, úgy látom. Mindjárt veszek is gránátot akkor. Hát én veszek akkor gránátot, komolyan mondom. Hogy kell venni? Várja, inspect. Enterrel? Enterrel, igen. Oké, okay, veszünk akkor egy 10 darab gránátot, az úgy jó is lesz. Még nincs semmi Uzi, meg semmi. Molotov koktélok, kalapács, ilyen szarog vannak, még csak látom. Nem tudom, nekem izé kéne. Uzi, tényleg nem lehet Uzit sem kapni. Ilyen nem van most, ugye? Aha. Ez meg a másik Stukker. Nem tudunk vele menni lőszert. Ó, tudunk rajta variálni, gyerekek. De vagányul néz ki.
Különféle variációk vannak, ez a pink a legvagányabb, én azt mondom. Ó, megveszük rá ezt, kölcsünk, a pinket nem fogom megvenni. Hiába akarjátok, nem. Mi ez 46 000 hangtompító? Hangtompító kell, az rá nem kell, nekünk mi kemény nigák vagyunk. De ezt rátesszük mindenféleképpen, oké. És hát akkor egyelőre ennyi, mert más még nincsen. Nem tudok már arrébb menni. Ja, de itt még vannak, így kell telekre az itemekre menni. Bazen minigán, az mennyibe fog majd kerülni. Ó, lehet venni már ilyet is, de jó, mennyi a golyóálló. Ja, az még nem érhető el. Ez 850, ez 1003. 5005. Azt a kurva, be tudok tárazni most rendesen, gyerekek. Veszünk akkor egy ilyet, mondjuk. SMG. Persze. Betárazunk eléggé rendesen. SMG-t is föl lehet fejleszteni eléggé rendesen. Tyűha. De komcsi kinézetek, ezek kérem szégyen. Megvesszük rá ezt. Nagyon jó. Meg. Hát mi van még itt? Egy ilyen. Hát szórjuk a zsét, gyerekek, azért van, nem? Akkor veszünk még sotit is természetesen. Vegyünk bele rengeteg lőszert, mert szinte ingyen van. Mi az a 8 dollár nekünk, mert mindjárt veszünk másik fegyóba is. És hát nem tudom, hangtompító. Erre lehet, hogy jól jönne a hangtompító. Flashlight, az nem tudom mi. Hangtompító, ez milyen jól néz már ki színesen, azt a kurva. Főleg pinkben nagyon vagány. Vegyünk rá egy ilyen, 400-ért. És akkor veszünk rá hangtompítót is, megnézzük, hogy úgy mit érünk vele. Uhú, megvan az AK, gyerekek. Hát ezt megint nagyon fölnyomjuk. Oké. Oké. Ez nem tudom, mire mennénk ez a 36 000-es. Erre nem veszünk hangtompítót. Scope. De vad. Azt a kurva. Ez így nagyon vad lett. Jó van. Golyóállunk még nincs egyelőre, megmondom, akkor még veszünk ki, hogy ez fullosan van. Jó. Hát köszönöm szépen. Tökéletes lesz. Vannak fegyóink most már végre, normális a kis. Mi ez? Ruhát is tudunk venni? Tudunk venni ruhát is, besírsz. De komoly. De várja. Milyen van most rajtunk? Hát most nem veszünk. Annyira nem jönnek ezek be. Veszünk egy ilyet, mert fogytán egy pöppet az élet, egy gyors kóla, egy dolcsi még nem vág minket földhöz. Hát kurva jó, hogy kapta ezt az ajándék fél miskát. Nagyon jól jött, mit ne mondjak. Na, Ücsi fölvitte az életünket, itt mit tudunk venni? Cipőt? Sunglasses, szemüveg. Ja, szemüvegek? Hát az nem nagyon kell. Szemüveget az szó sem lehet róla, hogy vegyek. Erre mi van még esetleg? Ez nem is csak ammunition, most veszem észre, ez rendes office, van itt minden, gyerekek. Van itt nálunk minden jó, száraz kenyér, vakaró. Ezt nem is tudom már hol hallottam, de ez is kurva nagy, na mindegy. Akkor kimegyünk innen. Lövöldözni is lehet itt hátra, hogy mit kell most csinálnunk amúgy. Úgy tudom, azt mondták, hogy menjek ide hátra lövöldözni. Na, hogy kell? Kit kell szarrá lőni? Kit kell elgyepálni? Ó, hát úgy látszik, hogy mégsem ide kell jönni, hát akkor kisétálunk szimplán. Aztán meglátjuk, hogy mi a stájsz, de ez így kurva jó lett. Gyorsan fedezékbe állunk, nem tudom miért, de oké. Okay. Biztos saját magunk elől bújunk el, na mindegy, akkor go. Na már se tudom, mit akarok menni. Menj vissza az ammunitionbe és vegyél egy lámpát a sörétéshez. Ja, egy lámpát kell venni a sörétéshez. Hol lehet azt venni, kérem? Sörétes. Hol a lámpa a sörétéshez? Mit vegyek hozzá? Melyik az a lámpa? Flashlight. Ez a flashlight? Gondolom ez. Flashlight. Aha! Ja, aha! Jó van, ez volt a izé. Na, uram. Na. Jó van, tesó. Akkor menjünk, szétcsapunk pár négert. Ez az! Homárfejű futtatja a sunáid. Gettó! Hoho! Gyerekek, most kezdődnek itt ám a nagy harcok. De vagd vagyok. Ez nagyon vad. Király. Jó van. Most már nem is ezzel a szutyok autóval kánni, azt elkötjük természetesen. És akkor most én azt mondom, hogy add ide a kocsit, köcsög. Különben csúnya véged lesz. Ah! Nem így terveztem, baszki. Hát ezt én szoptam be, nekem lett csúnya végem. Még ez is megteszi. Kifele! Még egyszer nem akarom elmondani, kifele! Jó, sem válogatunk annyira autót, ez jó is lesz nekünk. Kiráncigált!
Gyerünk, fiúk! Öljétek meg! Tapossátok szét! Valaki lője le! Ez nekem fájt. És elvitte a kis köcsög az autót, besírsz. Óóó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 
Jó, az egy beszari gyerek. Jó van, ettől könnyen ellopjuk. Na befele, srácok. Csapjuk oda neki akkor. Hát ez nem olyan jó vezérgép, de azért jó gyorsul. Na mindegy. Mindegy, jók vagyunk gyerekek, annyi a lényeg. Tényleg eddig nagyon komolyan űzzük az ipart. Végre vannak komoly fegyvereink is, nem csak kis pisztoly. Hó, hát innentől kezdve én nagyban átveszem ám a lövöldözés felett és az irányítást. Királyság lesz. Milyen pozitív hozzáállásról van szó, Niga? Na mindegy, kicsit csúszkál a vezérgép, látom. De hát semmi gond, ez senkit ne tévesszen meg természetesen. Annyira nem figyeltem most a feliratot, szóval nem tudom, hogy mi... A STICE annyira! Jó van, picit megzúztam a kicsikét. Azt hittem azért beadták az egyes, tehát majdnem rám jött itt a Thieving Fortress meg a Kongurcs. Na mindegy, megérkeztünk a váltás szelére. Kit kell kinyírni? Itt a találkozó. Oké, megállunk mindjárt itt. Itt. Kiszállunk. Hol a találkozó? Ideben. Jaha, ideben lesz a találkozó, jó van. Alkával vagyok, köcsögök. Ez flashlightos, az nem tudom, hogy hogy kell használni, vagy mi ez a flashlight. Valamelyik melyik fegyóra vettem hangtompítót? Na mindegy, gyerekek, itt vagyunk. Ó, oh, megjöttek a nagy niggerek. Nagyon csótányok. Ó, oh, itt a kis kutya ballász, hoho. Na kis köcsög. Nos, mi van? Nem a... Nem, mi van ezzel a köcsöggel? Bocs, gyerekek, hogy most annyira én sem... Mi a szar van itt? Mi a szar van itt? Bazd meg! És már itt is harcolunk a ballásszal. Ez igen, kinyírtuk a kutyát és jönnek a tetves ballászok! Gyerünk! Pusztuljon a ballász! Jó, bocsánat, hogy most itt összeordibálunk. Gyerekek, az első ghetto groove ballász harc. Gyertek kutyatestűek! Mindenkit megölök! Ajaj, nem kéne ennyire janiskodni, gyerekek, mert ennek rossz vége lesz. Hogyha ennyire kemény leszek, CJ, te vagy az! Á, túl vad voltam. Ajaj, most te is basztan egy csomó életet. Baszki, baszki, baszki. Bele kell húzni, gyerekek. Ó, ez az, ez az. Mi volt ez? Jó Isten. Á! A köcsögök, hogy ránk rontottak egyből. Ajaj, 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 figyelni kell, figyelni kell, figyelni kell. Oda! Ennyi volt az a Niga gyerek. Azt is eltettük az útból. Jó van, eddig nagyon űzzük ezzel a fegyóval. Gyertek, madafakák! Gyertek, lehet jönni! Lehet jönni, tetves ballász! Itt már nem Sweet-tel meg Ryderrel vagyunk, ők már tudnak lőni is itt a spanjaink. Ajaj, lassan, lassan, lassan. Gyere köcsög! Újjúj, óvatosan srácom, mert nincs túl sok életünk. Jó, ott a kiárat. Betárazunk, mert minden szar. Éreztem, hogy jönni fognak a rohadékok. Egyébként ezt a küldit már személy szerint nem ismerem. Szóval én idáig már nem néztem videón sem a dolgokat. Innentől minden új lesz nekem, fasza. Na, oh, kifeküdt, mint Mariska néni. Napozni. Na gyerekek. Gyerünk, lehet jó. Hú! Azt a kurva életbe! Belementünk itt a legjavába, gyerekek. Hol van nálunk gránát? Eldobtam a gránátot? Ja nem, nekem is van gránátom. Oké, egyet bevágtunk, de most már be kéne húzni, mert nem kéne itt szórni a gránátokat ezzelrel. Oh! Kérem szégyen! Ujj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 
Ajajajaj, hol vannak ezek a modafakák? Jó, akkor gyerünk, roncsunk tovább. Aja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 j
nézz oda. Ajajajajajajajaj.
Nem jó a búvó helyem. Új, nagyon szarul vagyok, gyerekek. Bele kell húzni, mert ez így nagyon-nagyon szar lesz. Apátok vagy anyátok faszát, gyertek ide, retkes ballaszosok. Csak eltaláltuk a rohadékot. Uha, nagyban megy itt a lángolás, mert minden látom. Jó, váltsunk szerintem, azt mondom, hogy váltsunk fegyát. Ne kis pisztolyra, hanem menjünk egy kicsit ezzel. Hol vannak? Hol vagytok, rohadékok? Ez igen, ez jól jött a kis élet, ide fönn lesznek gondolom még. Itt sincs már senki mondjuk, na mindegy. Mi van, már sitről jött? Ja, a spanunk ugye sitről jött természetesen. Már nem akarunk vissza, ne! Hú, azt hittem, hogy elbasztam, azt a picsa. Jújúj, felforrósodott a hangulat, hogy most berontunk ide, aha. Lehet jönni. Ajajajajajaj. Hármas körözése minden szar. Húha. Ez kemény lesz, gyerekek, van egy ilyen sejtésem. Nem tudom miért, de ez így kemény lesz. Elveri a kiárat. Jó. Gyorsabb. Come on, Nika. Gyerünk, Nika fiú. Ajaj, nincsen autónk, az itt a legnagyobb szopi. Aja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 j
fáradt. Gyere te Rodék! Ajaj, mennyien vannak. Jó, leszedtem elvileg, királyság. Jó, el kell menekülnünk a szeméttelepről, gyerekek. Nem tudom, merre kell mászni. Ó, a robbanás sugara szíven ütött. Na mindegy, gondolom, erre jövünk. Aha, gyerünk! Watch the road! Gyerünk. Dom! Jaj. Futás van, nigák. Ajajajajaj. Üldözne minket rendesen. Futás. Gyorsabban. Másszál föl. Gyerünk be! Védd meg. Várd meg Lamart. Hol vagy Lamar, te kis homár. Na, jó. Az autó már a miénk rohadék. Menjen innen Molnár Krisztián öccse. Júj, gyorsan szálljatok be. Fiúk. Gyerünk. Jó. Lerázzuk ezeket a genyládákat. Oksa. Hármas. Hát ezt nem lesz egy perc lerázni. De nem baj. Most tényleg az első, hogy menekülés van innen ezerrel. Jó, nem fogok itt sikátorban elrejtőzni. Nyomom neki a gázt, azt majd lerázom őket egyszer csak. Legalábbis én még a retro GTA-kban érzem ezben magamat. Ú, de jó. Belső nézetben kurva jó menekülni, gyerekek. Hú, de átmentem a kettő között kicsiben. Jaj, azt hittem, hogy a kontroller van itt a izé. Ú, baznek, hármas, ez nem lesz egy perc lerázni, azért mondom. Ammunition? Vagy nem ammunition, hanem pain spray? Itt nincs pain spray? De azért mondom, van itt. Hol van? Melyik van a közelebb? Azt alatt, ez messze van egy pöppet. Akkor irány ide. Irány éjszakra, gyerekek. Én is lövöm a szarjonkókat, hogyha úgy van. Jó. Na, igazából az előbb arra nem tudtam rájönni, hogy melyik lehet. Ja, a caps lock a különleges képesség. Én meg itt a izét nyomtam, a kontrollt, hát beégtem egy pöppet, de hát semmi baj. Megpróbáljuk úgy lerázni régi GTA klasszikus módszerrel ezeket a zsekákat. Én nem tudom, hogy a GTA-ben működik az, hogy lefestem az autót. Aaa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 
Gyerünk! Jó! Jó van, jó van, jó van, gyerekek, eddig menekülési van. Aj, bazd meg, és észrevette, és észrevette szarcsinkból, ilyen nincs. Mi van? Még a taxis is nekünk jön, és beledöglött. Az konkrét. Hát a mi autónk sem bírja már sokkal jobban. Ó, tudtam, hogy befordul a kis pöcs. Jó van, gyerünk, gyerekek. Á, az igen, gazdja meg minden szar. Kilőttél a kereket is, genya? Ne bassz! Hol a festészet? Itt van, itt van, itt szereltettük meg egyszer a kocsit, ugye izé. A Michaelnek a kocsiját. Oh, reméljük, hogy működik a régi módszer. Rázd le a zsarokat. Hát nem működik a régi módszer. Jó van. Akkor ez sem lesz megoldás, gyerekek. Kilőtték a kerekeinket is. Ez így konkrétan jó lesz. Fasza, fasza. LCPD, lopni kell egy autót vagy valami, gyerekek. Ezzel tamponttal sem tudunk arrébb menni. Jó. Kiráncigál, vagy lelőjük a zsekákat. Ne! Éreztem, hogy ez lesz bazd meg. Tudtam, most szarul álltam nagyon. Ha mindegy, iszok is erre egyet. Ez már egy kemény misszió. Eddigiekhez képest ez már mindenképpen kemény.
Na! Újra beloadingoljuk itt a dolgokat, és akkor megyünk tovább. Gyerünk, megint kiráncigáljuk a gyereket. És akkor most más úton, módon próbálunk meg távozni. Igen, a Capslock-kal aktiváltjuk a szuperképességet, ugye ezt lassíthatjuk bele az időt, ami kurva jól jön egyébként, de olyan, mint hogyha Nitro jön neki belőle, mint a régi Need for Speedben, ugye? Az igen, nem tartott sokáig tropára törni a kocsit, na mindegy. Sikátorban elrejtőzöl, oké, de most nem tudunk sikátorban elrejtőzni, de erre sem jövünk. Az meg körbevettek a csicskák, ilyen nincs. Hát innen nincs kiút, szóval nincs más út, csak előre. Itt meg lefordulunk nagyon gyorsban. Nem, itt leugrajtunk. Nem, bazd meg, nem tudok jó döntést hozni. Erre! Gyerünk! Vamos, igaz! Gyerünk! Gyorsan bazd meg, itt belehúzunk. Hát nem hiszem, hogy egy kis razzia miatt a ballasszal már most megkaptuk a hármast. Ez azért több, mint hihetetlen, én azt gondolom. Ajaj. Húha. Hát nehéz lesz még malerázni ezeket! Kérem. Jajjaj. Nagyon lő minket a büdös helikopter a kurva életbe. Hogy egyszerűen itt nincsen sem erre, sem szabadult. Bazd meg. Hogyan nem látsz ki az ablakon, mikor nincs is ablak? Azt a kurva, nagyon jönnek ezek utánunk. Úszni tudunk, gyerekek! Szerintem fölösleges dolog lenne az úszás, mert úgy elbasznám, mint a kurva élet. Bazd meg, nem tudom, hogy merre van innen kiút. Merre menjünk? Erre jövünk, megpróbálkozunk itt kibaszni velük egy kicsit. Jaj! Ne! Hát ez nagyon nagy szopóvári volt. Ez hatalmas szopi volt. Akkor ebből úszás lesz, na gyorsan, igák. Hova mész? Ez hova megy? Azt a kurva, de... Az igen, kicsit bonyolult az úszás. Na mindegy. Először úsztam a GTA 5-ben, most már ez is megvolt. Gyorsan, gyerekek, kéne egy jármű, hát innen nehéz lesz kijutni. Na mindjárt írja úgyis, hogy menjen vissza a srácok, írja, nem? Jó van. Eddig jók vagyunk, jumpoljunk, mert minden. Oh, autók, azaz! Gyerünk, Niga fiúk, hova mennek ezek, bazd meg, és elkezdnek harcolni a kibaszott jackákkal. Menj vissza Stretchhez. Melyebb, baszki, csak előbb kéne egy autó is. Már be is zúzzuk az üveget, természetesen nem törődünk semmivel és senkivel. És oda is pörkölünk rögtön nekik. Pedig most nincsen itt nagy körözési zóna. Annyira. Kapunk egy zseka autót, én a mondó vagyok. Ezt a zseka autót én benyúlom, gyerekek. Lesz, ami lesz. Gyerünk, Allahu Akbar, minden szar. És lenyúltam a zseka autót. Király. Na, gyerünk, Lamar! Gyertek, gyer ide, fiúk. Stretch, gyere már! Stretch! Pat be, elmegyünk innen a picsába. Mi van, be van zárva? Azt hittem már, na. Gyorsan, el innen, srácok. Hát nem tudom, megmondom őszintén, hogy lerázzuk-e még ma ezeket. Nehéz kérdés, most itt nagyon izében vagyunk. Zsákutcában. Ne, még egyszer nem esek. Nagyon nagy zsákutcában vagy. Na. Erre. Most nem vagyunk zónában, gyerekek. Jó, most itt várakozunk, most ugye már villog is, nem vagyunk zónában. Na, lehet, hogy sikerülni fog, összefosom a bokámat, hogyha sikerül, kicsit tolassunk csak hátrébb. Hátrébb. Bazd meg, az a baj, hogy folyamatosan jönnek előre. Ne! És bazd meg, beazonosítottak, ezt nem hiszem, mert itt nem is tudtam volna sehova sem elbújni. Gyere ide, dagad disznó! Jó! Hát srácok, ez nem lett volna rossz ötlet, kéne keresni egy ilyen zsákutcát. De hát így rohadt nehéz lesz. Ez így kurvára nehéz lesz, és az a baj, hogy nem tudom, hogy mekkora zónában köröznek minket. Azt a rohadt. Bonyolult nekem még ez a GTA 5-ös körözés rendszer. De mennék most egy olyan minivel, de nem tudom, bazd meg, olyan zsákutcában vagyok, hogy innen esetem, hogy merre van kiút. Ha van egyáltalán innen kiút. Bazd meg. Hát ezt nem hiszem el, komolyan mondom, ezt nem hiszem el. Már a sziréna sem üzemel ezen a szaron. De az még üzemel. Azt hittem, hogy már azt sem. Hát egy kicsit tropa már az autó, nem baj. Megnézzük belülről a zseka autót. Jó, gyerekek, valamerre kitörünk, aztán lesz, ami lesz. Erre megyünk. Szerintem, hát erre jöttünk be, akkor nyilván erre ki is lehet valahogyan jutni. Oké, hát arra gondoltam, hogy ha erre lejövünk, akkor szépen megmenekülünk majd a rohadékok elől. Hát nagyon nem így lett, sőt.
nagyobb szarba keveredtünk, mint eredetileg voltunk, de nem baj! Basszák meg a kibaszott rendőrjeik. Most akkor neki nyomjuk ezerrel. Nem, már megint vízbe esünk, azt hittem. Gyerünk! Lőjetek már ki, fiúk! Megpróbáltam valahogy kilőni a gyereket, de nem igazán sikerült, sajnos. Azt sem tudom, hogy most merre vagyunk. Hát ugye nekem a GTA 5 mapja még alapból nem olyan ismert, mint sokaknak. Na! 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 És elég biztos zónának tűnik ez, ahol vagyunk, gyerekek. Nem akarom elkiabálni, és nem is fog sikerülni szerintem, mert már úgy látom, jönnek is erre fel, betörünk ide, bazd meg. Na! Rázódjanak már le, ezt nem hiszem el. Rázódjanak már le! Please! Legyen Isten most az egyszer, léci, rázódjanak le. Na. Na. Össze fogunk ütközni velük, bazzle, pont félúton vagyunk. Rázódjon már le. Rázódjon már le. Rázódjon már le. Na. Hajóval megyünk tovább. Ha sikerül. Léci, rázódjanak már le, baszod. Ezt nem hiszem el. Meddig köröznek. Jó. Ennyi, bazd meg. Megcsináltuk. Oh. Fél óra blowjob után csak sikerült. Oké, okay, hazamegyünk, tesók. Menj vissza Franklin házához. Na végre. Na, már is benyúljuk az autót. Természetesen megyünk egy ilyen totálkáros szarral. Gyere ide, kis köcsög. Kifelé. Ez már a mi autónk. Takarodjál innen. Jó, le is ütöttük, mit ne mondjak. Jó van. Gyertek már, fiúk. Nem kell itt izéni. Hepciáskodni. Jó van. Mindegy, most van egy autónk. Mi ez, Snoop Dogg? Snoop Dogg, miért is ne? Na mi a stájsz, guys? Ez jó is volt, na mi? Megint rázzam le a zsarukat, ne basz, hogy megint... Jó, egyes bekaptam ugye az autólopás miatt. Jó, van egyes, az még nem téma. Jó, inkább Snoop Doggot ne hallgatjuk. Snoop Doggot ne hallgassunk, mert hogyha valamire, akkor erre biztos egyből megkapjuk a copyrightot. Na, ma lemegy az egyes körözésünk egyébként, nem is értem, a szarért kellett beadni az egyest. Na. Na. Na, come on, niga. Come on, gyerünk már, niga fiú. Na. Menjen már az egyes. És nem megy le az egyes egyelőre. Na, na. 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 Ú, de mennék már tényleg egyet az a minivel. De még mindig nem tudom, mert ugye most négyen, hárman vagyunk, és négy autó, négy személyes autó kell. Na. Majdnem azt mondta első, hogy négy személyes, vagy négy autós személy kell. Hát jó, majd lerázzuk őket, vagy nem. Mindenesetre én is most nyomom neki ezerrel a gáz. Aztán majd lesz valami. Bazen majdnem belementem a rendőrizébe. Körözésbe. Na. Menjen már le, nem hiszem, itt egyes körözés fél óráig megy le. Ne szórakozzatok, ez a régi GTA-ban lement sokkal hamarabb. Pedig aztán az egyesre ott is sokat kellett sokszor várni. Bazd meg, itt meg erre jön a köcsög rendőr. Ó! Hát ezt nem hiszem el. Na, végre sikerült. Jó van, na, irány haza, gyerekek. Lombrágó debil. Lombrágó debil, ez kurva jó! Gyerekek! Lombrágó debil. Debil, bocsánat, ezt megjegyeztem, ez jó kis beszólás lesz, jó van. Ez olyan, mint a sivatagi parti holdó, körülbelül. Na, ez jó beszólás lesz. Kanapé gangsterek, az összes bál lesz buzi. Ezt mindenki tudja, gond nélkül intéztük őket, gyerekek, nem kell itt a rizsa. Ratyik voltak, azt ennyit róluk. Na. Bullshit! Ó, az igazi banda, jöhet ide mindenki, valószínűleg, én a ballast már egyszer szarrá. Azt a kurva. Én a ballast egyszer kiiktattam Los Santosból 92-ben, és 2013-ban is megteszem ugyanezt. Na! Mindenesetre mission pass, gyerekek. Itt most egy kis szünet, bazd meg. Na, le már, nehogy már még én legyek itt a izé, kislány. Még vigyázzak a nénikémre, míg az igazi férfiak beszélgetnek. Az igen, inkább a két homokzsák. Na mindegy, beszéljetek, srácok. Na. Kibaszott nyomi. Ennyit erről. Csak sikerült a küldi. New contract, stretch. És ha ő is itt van, director mode. Hú, hát csak kész van ez a küldi nagy nehezen. Hol az autóm? Hol a picsában van az autóm? Hol az autóm? Nem mondjátok, hogy elvették az autómat, nem tudom, hol az autóm. Azt a kurva életben, minden, most mindenféleképpen fogunk egyet menteni, sőt, át is öltözünk. Bazd meg, te megint ezt a szar...
Nem mondod, hogy ez a megint itt van. Ez mindig itt van. Nincsenek jobb dolga, na mindegy. Én átöltök és alszok egyet, úgy döntöttem. Márint itt a játékban alszok egyen. Hát felvesszük mondjuk most ezt, az alaprucit, csak veszünk hozzá nem egy sapkát, hanem egy cipőt, mondjuk ezt, és kövi része, vagy hát nem, még ennek a részben mindjárt megyünk akkor egyet fodrászhoz, gyerekek, csak mentek egyet mindenféleképpen, mert ez így már nem állapot, tényleg most már nekem sem tetszik ez a frizu, teszünk rá valami jó kis CJ-set, mert minden, főleg, hogy gondolom itt nincsen CJ-s frizura, na mindegy, mentettünk egyet. Franklinnek muszáj olyannak lennie, mint CJ-nek. Olyan kemény gettós gyereknek. Na! Srácok, emegyünk akkor a ruhaboltba. Jó van, mennyi menstruálni, vagy mit beszélsz? Na, oké. Ruhaboltot kéne keresni. Vagy nem ruhaboltot, de vie vagyok fodrász, fodrászat. Az messze van. Hát akkor most nem megyünk fodrászhoz. De van több is. Az itt van egy köpésre a gettós fodrászat. Na, nekem ez kell. Gettós fodrászat is nekem tökéletesen megteszi. Király, na megnézzük, hogy most itt van-e már jó autónk. Na mi van ezzel a garázs, ezzel a garagéval? Hát nincs itt jó autónk, na mindegy, akkor elvisszük jó motorunkat. Minden esetre. Bejárjuk ezzel egy kicsit a világot, aztán utána megvan a frizu, utána nyomatjuk egyet Michael-lel, gyerekek, vele is haladni kell. Michael-lel még nem is toltuk nagyon igazán. Eddig nálam csak Franklin volt az igazi gyerek. Most mindjárt akkor toljuk a milliómos pöccsel is egyet az ipart. Csak előtte nyomunk be valami jó kis frizut. Na mi van itt? Mi a stájszerre? Ahaj, gettós gyerekek! Ezt már szeretem, ezt már szeretem. CJ öröksége. Na, szevasztok nigák! Minden jót, srácok! Jó napokat! Én már benézek ide. Igen, ezt nem kell magyarázni, sejtem, hogy hogy működik a fodrászszalon. Igen? Az igen, ez a mamóka vágja a hajamat. Hát, jobban bíznám rá, komolyan mondom, jó anyámra a hajvágás, mint erre a mamóra. Na nézzük, mik vannak itt. Hát ez az egyik szarabb a másiknál. Az igen, afro. Azt kell még ide. Legyünk kopaszok, ne, hogy leszünk. Hát ezek nagyon fosok. Birds. Az igen. Hát szarabbnál szarabb hajok ezek most, nem azért. Köszönöm szépen, marad az alap. Hát marad az alap, te hülye vagy? Nem biztosan fogok én hajat vágatni. Max, megnézzük a többi fodrászatot, nem csak ez az egy van nyilván. Jó, hát akkor egyelőre köszönjük szépen, Franklin, a munkásságodat, és most Michael következik. Goodbye, Franklin barátom. Jöjjön másik barátunk, Michael. Nézzük meg, hogy éppen hol fappol Michael. Gondolom nem éppen Jimmy fiával hablatyol. Aztán kiderül, mi lesz. Mi a stájsz? Mindjárt kiderül. Na, puty. Kamera meg egyre jobban közelít, és egy autóba dobott minket. Király, sírálj, itt vagyunk a házunknál közvetlenül. Na, ennél jobbat nem is kívánhattam volna. Hú, imádom ezt az autót, gyerekek. Imádom Michael autóját. Na mindegy, bejövünk a saját háztartásunkba. És akkor itthon is körülnézünk egyet, hogy mi a helyzi. Meg minden. Amúgy, ja, ilyenkor nem maradna meg a fegyók, amiket vásároltam ugye Franklinre. Franklin maradjon itt egyelőre a kemény gyerek. Én őt nézem többre egyébként. Őt jobban bírom eddig, mint Michael. Michael-lel sincs különösen bajom, de annyira nem szimpi, mint Franklin. Nekem Franklinben az új CJ-t látom, Tracy. Na. Tracy! Jó! Jó, mi van itt, gyerekek? Mindenki ment kufircolni? Mindig csak kújni? Hát kújnak, úgy látszik a törpiek. Egyedül maradtam itthon. Eljött a hokizás ideje. Egyedül nem fogok izélni. Hülye vagy, majd mindjárt itt egyedül tolaslabdázok. Na, Amanda! Hol vagy, Amanda? Most dákóra húznak, hol vagy? Ah, nem hiszem. Mi a szar van? Mi a szar? Kufircolás megy itt? Kufircolás megy itt? Most szarrá verlek! Mit képzelsz, te kibaszott köcsög? Még te fogsz kufircolni az asszonyommal? Hát én ezt szarrá verem! Na mi a homokvihar? Most szarrá rúgodosom. Na, megjött Franklin! Gyere Franklin, rendet kell rakni, lefeküdt ez a fasz gyerek, hát én kitaposom a belét. Asszony, nem fogsz mindenkivel kúrni, csak velem. De megöljük, kurvára megöljük. Vége lesz, ne rage-elj, megöljük, szállj be a kocsiba, gyere tesó.
Kövessük a teniszedzőt, nekem ez már nem tetszett, nem tetszett a figura már elsőre sem. Most kurvára kinyírjuk. Persze, hogy megoljuk a fickót. Nincs ezzel gond. Ki kéne lőni a kerekét, most arra hajazok. Megmondom őszintén, mi most csak locsancsuk ki az agyát? Nem lesz gond, nem lesz gond. Azt hittem, hogy közben itt üldöznünk kell fél órán keresztül. Ezek szerint tök mindegy, hogy mikor kapjuk el. Ooooooo! Hülye gyerek! Menj már innen! A kurva anyádat! Ooooooo! Megtaláljuk bazd meg, vezess a konyóhoz. Azt hittem, majd mission failed-et kapok emiatt a rohadék miatt a kurva életbe. Na mindegy, ott fordult be, nem ő fordult be egyébként, na mindegy, el... Oh! Ho! Nem mehetünk azzal az autóval? Nem akarok én, nem akarok az eonos autóval menni, azt hittem, hogy az eonos autó. Ó, oh, cowboy, na mindegy. Megyünk akkor ezzel, engedjük first personba. Azért ez sem gyenge. Franklin, mi a stájsz? Uha, nagyon bedroppoltunk. Drop, please. Na gyerekek, nem tudom mi van most, de nagyon droppolunk. 12, 9, 8 FPS. Na, visszáll. Jó van, ott van fenn a hadi rohadék. Öngyilkos akarsz lenni, papa? Gyere, onnan nem jössz le, muzikám. Nagyon meg foglak most büntetni. Én most nagyon megbüntetem, gyerekek. Ja, hogy oda kell mennünk? Oké. Hát jöjjön. Jó van, hát hadd szóljon, én kinyírom, mint a kurva élet, azzal nem lesz gond. Nem kell aggódni. Na gyere ide, szarcsimbók! Húhú, gyerekek, már most tetszik ez a küldi! Gyere, köcsög! Persze, hát én sokkal brutálisabban végezném ki, gyerekek, én kitaposnám a belét. Húhú, ez már most tetszik! Asszony baszó köcsög, megdög lesz! Na jó van, gyerek! Na jó van! Ezért most pláne megdög lesz, még itt izélsz! Jó, ez jó lesz! Ezt elhitted, kis köcsög? Az igen, ki ez a másik pina? Én meg ezt fogom felhúzni a farkamra, na! Remélem, hogy nem a kapszokat hívja éppen. Nagyon remélem. Hú, gyerekek! Michael már kurva ideges, na mindegy. Hú, azt a kurva Michael. Ez nagyon vad lesz, én már most megmondom, ezt a küldit még soha nem láttam, de ezt most megmondtam, hogy vad lesz, gyerekek. Gyerünk, köcsög! Ez nagyot fog szólni. Így jár az, aki az asszonynal kekeckedik, köcsög. Amanda egy ribanc, de attól még te egy utolsó köcsög vagy. Na. Ez nagyot fog csattani, gyerekek. Adjunk neki. Ennyi. Szevasz, niga. Szevasz, ezt ér túl, te kis genyó. Megdöglött? Kíváncsian várom, megdöglötte, mert hogyha nem, akkor megyek, azt kitaposom a belét. Meglepődnék, hogyha a kis homokvihar túlélte volna meg. Ez igen, hát nem szarozott. Michael barátunk nem szarozott. Az fasza. Jó, van, menjünk vissza Michael házához. Ennyit a kis csitriről. Megdöglött a homokvihar, gyerekek. Ez sem fog többet bangúrozni Amandával. Valaki hív minket. Mi a szar történt itt? Ajaj. Hívtak minket nagyban közben, nem tudom, mi a stájsznek ki ez. Bazd meg, mi van? Túlélte a köcsög? Ki ez a Martin Madrazo? Leszarom őt is! Ő is egy homokvihar! Hülye örömlány, hogy mindjárt beszarunk tőled! Haha, mekkora formavázom Michael is! Kurva negy ez a játék, gyerekek! Jó van, nem kell itt izéni hepciáskodni. Miért, ki az? Az is egy niga gyerek. Jaj, leszámolok vele, nem kell félni.
Nem kell félni, Franklin, mindenkit elteszünk ketten az útból. Dead man! Az a hang, Istenem! Mi a fasz? Mi a fasz? Gyertek, köcsögöt, ez nem fog nekem sokáig tartani. Ez volt a nagy Martin Medrado. Az igen, nem tartott sokáig a nagy Martin Medrado bandája. Ennyi volt. Kajak? Ennyik voltatok, kiskutyák. Ennyik voltatok, baszódnátok meg. Ennyit rólatok, gyerekek. Majd a nagy Michaelnek ilyen kis gyenya gyerekek okoznak gondot, hagyjál már. Aki az asszonya bangúrozik, az nem élheti túl. Megint Snoop Dogg szól? Aha, megint, na mindegy, attól még leszarom. Mission passed, teljesítettük gyerekek. Megcsináltuk. Megcsináltuk, ennyit erről. Kurva jó küldi volt, szívesen segítek bármikor. Bár most tényleg nekem nehéz beszélnem, ugye most kinek a szemébe beszéljek, mert mindkettővel én vagyok, szóval. De ez kurva jó küldi volt, gyerekek. Akárcsak az előző. Mi a szar van itt? Ajaj, ez a nagy Martin Madrazo, na gyerünk, lehet jönni. Ez a kis vén fasz! Ki vagy? Ki vagy? No, ki vagy? Hát ennyi, nem volt ennyi a küldetés, na mindegy. Még jogosítvány. Franklin, te hülye vagy! Miért adod rá? Azt se tudjuk, hogy kikelek. Liberty. Nem Liberty-ben vagyunk. Hülye vagy, Franklin, velünk vagy. Ettől a vén fasztól kiszarna be. Ne, Franklin, át ne pártoljál. Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican American. Jó, az most nem dumál, hogy gyerekek, mert én sem tudom, és érdekel itt a sztori. Because the witnesses came up. Aha. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. Mi az anyád picsája? Na ezt már nem tolerálom. Bazd meg. Azt a korát nem ennyi volt a küldi gyerekek. Well, that was a strange house for a tennis coach. I was thinking straight. Clearly. Bazd meg, a kurva életbe. Natalia will need a hotel while you finance a rebuild, won't she? Sure. Bazd meg. A köcsök teniszedző, nem annak az old gyerekek, hanem ennek a Martin Madrazo papáé. 2 és 5 millió körül, normális vagy? Hát tudod, mikor mit kell befosni a vén Trógertől? Hát ránézek, az befosik, bazd meg. Hát ez kurvára elkúrtuk, gyerekek. Szarban a haza. Never better. Ez jó küldi, azt a kurva. Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Baza, ez kemény volt. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. Hát 2 és 5 millió nem lesz egyszerű. Aha, Lester. I think he's in town somewhere. Oksát. Oké. Ez kemény lesz. Sok pénzre lesz szükségünk itt most, gyerekek. Az tuti. Hú. Az kemény. Nekem kurvára tetszett a küldi. Küldetés sikeres. Házassági tanácsadás. Ez rohadt nagy küldi volt. Jó, hát most úgy látszik, hogy mindig nem ér véget. Na mindegy. Lester Crestet keressük, úgy néz ki. Who's asking? Az igen. Michael. Azt hittem, majd valaki szarik, de közben csak Michael-t elózik. Aha, Lester. Aha, ez a Lester, úgy látszik, hogy spanunk lesz. Nem tudom, ki ez a Lester, de tényleg ne spoilerezzetek majd semmit, gyerekek, mert nekem ez még full új lesz a játék, és ez kurva jó. Na, oké. Akkor most úgy látszik, hogy nem is tudunk, de majd át tudunk váltani ugyanúgy Franklinre, de Michael-lel fogjuk kezdeni a kövi részt, vele még amúgy sem mentünk túl sokat. Na most majd megkeressük ezt a Lestert is a kövi részben.
De már ennyi jutott volna, gyerekek, megcsináltunk két kurva jó küldit, hát nekem nagyon tetszett ez a rész, nagyon epizódus volt, mert minden. Hát remélem, hogy ti is így vagytok vele. Hogyha így vagytok vele, akkor semmiképp nem felejtsetek el nyomni egy lájkot, és mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornára, mert ez kurva sokat jelentene. Nyomunk itt egy quick save-et természetesen. Mit tudom, hol mentsünk? Ide mentünk. Jó, és akkor innen folytkövök a kövi részben, gyerekek. Jó, ezt már letesszük, ezt már hallgatjuk meg, majd a következő részben megnézzük ezt a telefonbeszélgetést is, közben itt lelőjük a csajt, én úgy vagyok vele. Szóval, szevasztok, sziasztok! Milyen szexi száj. Na, goodbye!